Nyomjuk egy keringőt, Jutka, beállítok egy kék strauszt, jó? Strauszt. Na, addig a kicsit... De most nyomjuk egy strauszt, Jutka. Akkor megügy le, nem de megy, de előbb nyomjunk egy keringőt, utána lefekszik a merci. Várjál, beállítok. Keringő. Várjál. Inkább ramodázzunk. Ez az, kék guna, tél keringő. Na. Ez így kell? Nem. Jobb. Jó? Vedd már le a fenekemről. De derekadom van. Mi az, hogy fenekedről? Hát hihetetlen. Úristen. Aj. Nyújtsd a kezed. Lehet olyan, hogy megnézzük, hogy legyen valami elképzelésem. Mi? Hát... A keringőről. Tudom, ez a... Na várjál, segítek. Én a derekadra rakom, nem a fenekedre, nyugalom. Ki kell nyújtanunk a kezünket. Te nyújtsd ki. Azt mondom, hogy ezek a hozzá, nagy lépés. Hozzád igazodok. Na figyelj. De én vezetlek, Jutka. Hát én vagyok a férfi. Édes Isten. De amíg nem tudom, addig nem tudom. De én tudlak vezetni. Én elmagyarázom. Mondjuk nézzük meg legalább egyszer. Édes Istenem. De én tudlak vezetni. Én emlékszem rá. Na. Azért mondom, hogy egyszer nézzük meg. Tudom, ezek a buzi nagy lépések és ilyen... Tessék, basszus. A jobb kéz találkozik kinyújtva. Ő ide, én derekára. Nem, lassan, nem tudok így követni. Jutko, mert nem figyelsz. Na, figyelj, mert most figyelsz? Jobb kéz, és az ő jobb keze. Igen? És ő. Ennyi. De bár... És valami és egyébként fontos lépés, hogy a szempontból. De, oké. De Merci megvan? Ja, Istenem, ne figyelsz. Nincs. Jó, akkor. Felkérsz? Én azt tudom, hogy köszönöm. Olyan... Így. És akkor... Kinyújtva, jó kéz, legyen kemség, jó, menjünk. De csak úgy van, hát nézzük meg. Lámom van, jó. Jobb kéz, kinyújtva, jobb kéz, aminek nem jó, akkor ez volt.
Jó, de légy! Ez kell egyszer a megtanulnunk. Kinyújthatom. De ez jó volt, nem is jó volt. Mi hagyod abba? Ez folyton, ez folyton. Na, te érzel más, amit te csinálsz. Egy, két, három, egy, két, három, egy, három, és az
Ez a 40, és ez a 90. És ez a 90.
mondom, 0, 45, 90 plusz 45, 135 vagy passzol, akkor 180, stb. Érted? Ranzoljuk rá. És akkor lerajzolom, hogy mit ért az 1-8-ad alap. A 1-8-ad alap azt jelenti, hogy teljes kör 8-ad alap. Van egy kör. Te Jutka így állsz. Így állsz, és van egy kör. Van egy kör, amikor nem fordulsz. Egyenesen állsz. És el tudsz fordulni. Balra, vagy el tudod jobbra, balra, ezt majd elmagyarázom, és el tudod fordulni hátra. Igen. Na, még el tudsz fordulni a kettő között, itt, a kettő között, itt, a kettő között, itt, a kettő között, itt, ezt lesz, és felejtsd el. A lényeg az, hogy ez a munka. Hát nem mondom, jó. Ez a 90. 9. Ez a 180 plusz 90 az a 2. Mindegy, az felejtsd. Nem mindegy. Nem. Figyelj, ez a 180 plusz 90, több mindegy, hogy az mennyi. Az 360. Egyébként 270, te felejtsd el. Annyi tudja, hogy a 180 plusz 90. Mennyi a 180 plusz 90, azt nem kell megérni. Az mennyi, hogy 0-90-100. 180, ami az van a teljes fordulat, a 300, amikor meg teljesen elfordulsz, azt mondják 360-nak, amikor ezt csinálod. Ez a 360, hogy ezt miért csinálod? Ez az egy 360. Jó? És azért mondja, hogy egy 80-nak, mert nézd, hány van, egy, kettő, három, négy, öt, hat, négy, 80. 8 miatt rajzoltam, ezért mondja, hogy 1-8-ad, hogy egy ilyen teljes folyamat. Figyelj, az egynegyed az volt, egynegyed az volt, hogy innen, itt ez egy. Mi van? 1-8-ad az érdő? 1-8-ad. Ezért az 1-8-ad. Ez ezt jelenti, amit mondtad, hogy a mikrofonon. Ez jelenti az, hogy 1-8-ad. Azt mondja, hogy egy fél. Mit kell csinálni? Mit kell csinálni? Azt mondja egy fél? Akkor nem fordulsz. Jó, mit mond egy egész? Egy egész, megfordulsz magad körül, ez a fél. Mit mond egy, akkor mi az egynegyed? Egynegyed, elfordulsz jobbra. Mi az 1-8-ad, hogy nem fordulsz egy teljesen jobbra, hanem csak egy kicsit fordulsz jobbra. Még 1-8-ad, teljesen elfordulsz jobbra. Még 1-8-ad, csak egy kicsit hátra, még egy 8-ad, nagyon hátra. Ezért a 8-ad. De, még egyszer. Mi a fél? Mi a fél? A fél a 180 fok. Az a lényeg, hogy amikor te fordulsz, azt nevezik 360 foknak, mert hű, mert kettő, mert felejtsd el, hogy miért. Az a lényeg, hogy ezt szám... Ez olyan, mint a gyertfoglás. Bele fogsz bolondulni, hogyha értelmet keresel benne, hogy ez miért van 360. Felejtsd el, hogy miért. Ez így van. Megfordulsz, az a 360. Az a 360. Igen. Hátrafordulsz, az a 180. Igen. Annak a fele, hogy csak elfordulsz jobbra, az a 90.
egyébként, hogyha csak egy, nem fordulsz egy teljesen jobbra, csak egy kicsit, az a 4 5. Ez jelenti az 1-8-at. 0, 45, 90, 90 plusz 45, 180, 180 plusz 45, 180 plusz 90, 180 plusz 90 plusz 45, 360. Oké. Megpróbálom ezt egy kicsit így agyilag tárolni, és ha... A tánc az ezt kell? Nem? Megpróbálom ezt agyilag tárolni, és... Ne arra, hogy a tánc az ezt kell? Persze, hogy egy 80, még mindenhez a hülye. Tehát az egy 80 az mit jelent? A teljes... Na, bocsi, mi az egy? Azt mondja, hogy de figyelj! Az 1-8 az azt jelenti, hogy van a teljes forgalom. Itt vagyok, megfogtam. Ez egy. Van az 1-2, amikor csak félig fordulok meg. 1-2, tehát átfordulok. Akkor van az 1-4, amikor 4 részből áll. Tehát 1-4, erre fordultam el. 1-4, erre fordultam el. Ez negyedes. Amire a nőveszte a 8-at, tehát 1. Na az mi a 1-8? Na mutatom, 1-8-at az azt jelenti, hogy 8-ból áll. 8-ból, nyilván. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tehát akkor megtetted. És megtetted így a kört. Azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen megtettük el a kört. Amire figyelned kell jutva, hogy van egyenesen állsz, és elfordulsz jobbra. Ez a 90. És ez a fél. Vagy ez a, nem most ez a negyed. És elfordulsz jobbra ez a negyed, mert ebből négy van. Egy, kettő, három, négy, visszajöttem ugyanoda. Ezért van belőle négy. A fél az azt jelenti, hogy csak kétszer tudom megcsinálni. Tehát egy, kettő. Jó, tehát a negyed azt jelenti, hogy négyszer jó. Tehát egy, kettő, három, négy, visszajöttem ugye oda. Mit jelent a nyolcat, amire a nő veszkedik? Hogy ezt nyolcat tudom megcsinálni, tehát... Oké, tehát az a... Megvan a körök, igen. Kicsit, hogy értem, vagy értem, vagy nem. Tehát a nyolcad, amit ugye... Van egyetlen a fele. Így van, amikor kitartom képen ezzel a köröt. Nyolcad, nyolcad, figyelj! Figyelj! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, és visszajöttem. Figyelj, itt vagyok először, figyelj! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc és visszaértem. Ez lehet, hogy egy nyolcat. Tehát amikor a nő azt mondja, hogy egy nyolcat, az azt jelenti, hogy akárnak is állok. Hogy így állok. Mit jelent egy nyolcat? Hogy mész két tépét jobbra. De ne fordulok el teljesen.